Következik a Száj Karate 2.0. A rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az orrunkat. Köszöntöm a kedves podcast követőinket, ez egy Száj Karate 2.0, mint minden héten, most is sikerült összehozni ezt a műsort, vagy legalábbis folyamatban van az összehozása. Én Lenkár Péter vagyok, és itt van Demján Zsolt, akivel együtt szoktuk vezetni ezt a műsort. Sziasztok, szia Péter! Ugye ma is hoztunk témát innen Bihar megyéből, ja, inkább országos hírekkel fogunk foglalkozni, de azért egy picit kitekintünk külföldre is, ha nem is messze, de Magyarország mindenképpen szóba fog kerülni. De maradjunk itt a térségbe, ugyebár pár hete beszéltünk erről a nagyon fiatal kisfiúról, Noelről, aki egy elég ritka genetikai betegséggel született, és bár akkor még, most nem tudom, hogy a szülők, akik elindították az ő műtétjére vagy kezelésére való nagyon drága gyógyszernek az összegének az összegyűjtését, ők még kupakokban indították el, és akkor beszéltünk is róla, illetve ha jól emlékszem, akkor én mondtam, hogy nem feltétlenül kupakokban van a megoldás, lehet, hogy egy jó kiindulási pont, de ahogy te is támogattad a gondolatomat, hogy lehet, hogy ezt vagy pénzben, vagy más formában kéne összegyűjtögetni, és ez alatt a pár hét alatt elég sok helyen megmozdulások, programok szerveződtek ennek a dologgal kapcsolatban, és inkább a pénzösszeg, illetve a bank számlaszámra utalások azért azok, amik túlnyomó részben, többségben vannak, és ugyebár Margittán is voltak, illetve lesznek ilyen programok. Igen, nagyon fontos az, hogy sokan kérdezik ezt egyébként tőlem, meg szerintem másoktól is sokan kíváncsiak arra, hogy mennyi pénzt gyűlt eddig össze Noelnek, és most itt vagyok az ő, hát nem az ő Facebook oldalán, ezt akartam mondani az ő Facebook oldalán, de nyilván nem az övé, hanem amit neki készítettek. És az egész kampánynak. És róla szól ez a Facebook, igen. 177.613.000 euró van rajta, tehát 177.613.000 euró, és 60.071.321 millió forint. Az eurót meg a forintot látom most. Ugye ez az összeg, hogyha visszaemlékszünk, ezelőtt néhány héttel, de 2-3 hétre visszamenőleg mondom azt, hogy ha visszaemlékezünk, jóval kevesebb volt. Úgy emlékszek, hogy valami 50.000 forint volt, és néhány ezer euró, és pár ezer lej. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bár nagyon sokan szkeptikusak voltak, és talán még mindig nagyon sokan szkeptikusak abban a tekintetben, hogy több mint 2 millió euró hogy fog összegyűlni, de amiről te is beszéltél, Péter, úgy tűnik, hogy legalábbis az Érmelék és a Berettyó völgye az megmozdult. Azok a települések, amelyek testközelben vannak Székelyhídhoz, vagy esetleg Margitához, azt láthatjuk, hogy mindenhol a következő napokban a rendezvényeket olyan képen próbálják megszervezni, hogy Noelnek valamiféle képen tudjanak segíteni, illetve az elmúlt napok, hetek rendezvényei is már ebben a hangulatban zajlottak, és azt gondolom, hogy most tényleg egy olyan, mondhatom azt hiszem ilyen csúnya szóval élve, hogy olyan szezonját éljük ennek a karitatív segítségnyújtásnak, amikor az emberek a legkönnyebben vagy legjobban megnyílnak, mert ugye decemberben vagyunk ilyenkor, decemberben az ember két dologra fókuszál, az egyik az, hogy megajándékozza az ismerőseit, rokonait, barátait, és attól függ, hogy ki milyen tágon gondolja ezt a decemberi hónapot és a karácsony környékét, illetve ilyenkor idegeneknek is, vagy tőlünk távol álló embereknek is sokkal könnyebben segítünk. Adunk, igen. Ilyenkor elmegyünk az ABC-be, veszünk, mit tudom én, egy kiló cukorral, 2 kiló liszttel, többet olajjal, stb. Tartós élelmiszer, és oda tesszük a kosárba, hogyha látjuk, hogy van egy ilyen kampány. De például május 23-án lehet, hogy a fennel nem foglalkozik ezzel. Az is lehet, hogy ezért ugrott meg. Én reménykedem abban, hogy nem csak ezért ugrott meg, hanem azért is, mert hogy az emberek tényleg belátták, hogy összefogás, és hogyha mindenki oda teszi azt a keveset, amennyi van,
ugye egy ember biztos nem fog kifizetni ennyi pénzt, de hogyha mindenki az 5-10, 20, 30, akár 200 lejét vagy 1000 lejét ki mennyire tehetős odarakja, és akár több rendezvényre is elmegy, és többször odarakja, akkor ez össze fog jönni talán sokkal rövidebb idő alatt, mint ahogy azt egyesek gondolták. Ugye az előbb mondtam, hogy nálatok Margitán is volt most az elmúlt hétvégén ilyen akció, ilyen rendezvény, mert mindjárt elmondott, hogy miről szólt, de ide tartozik, hogy elmondjam, hogy itt Székelyhídon ugyancsak a múlt hétvégén, jól emlékszem, pénteken vagy szombaton, akkor itt a strand területén szerveztek egy bulit, aminek a teljes összegét, tehát a bevétel teljes összegét felajánlották, illetve most hétvégén Nagykágyán lesz egy kultúrotthonban szervezett hát buli végül is ez is. Itt is van belépő, illetve itt is a teljes összeget felajánlják, és most mióta beszélünk róla, még találtam egy olyat is, hogy a Nagyváradi Művészeti Liceumban is szerveztek koncertet, amelynek szintén a bevételét a Noelnek a megsegítésére fordították. Igen, hát mi Margitán szombaton Globus Mustárt, azt hiszem, hogy itt elmondhatjuk, mert hogy ez mégsem egy olyan felület, ahol ezt nem mondhatnánk el. Globus Mustárt adtunk kvázi 5 lejért, aminek az értéke 11-12 lej, ez egy nagyon minőségű Magyarországon forgalomban lévő mustár. Egy román távoli ismerősöm keresett meg egy hete, aki azt mondta, hogy neki van egy raklap mustárja, ami azt jelenti, hogy 1000 ilyen kis 750 millis kis flakonba van neki mustárja is. Nem is olyan kicsi azért. Nem, hát az egy raklap, igen, és a 750 sem bár, egy kevés. Inkább arra gondoltam, igen. Hogy az nem olyan kicsi, igen. És ugye ezzel igazából neki nincs mit csináljon, ez úgy neki megmaradt, aztán vagy elmesélt, hogy maradt meg neki, ez neki úgy megmaradt, teljesen rendben van, a lejárási határideje az jövő nyár, egyébként ez egy minőségi mustár, tehát csak egy éves lejárási határideje van, tehát nincs agyonnyomva a tartósító szerrel, idén nyáron készítették, és jövő nyáron, június-júliusban fog valamikor lejárni, és úgy arra gondolt, hogy ez valamilyen akció által felhasználhatnánk arra, hogy Noelnek pénzt keressünk vele. Tehát igazából nem az volt a lényeg, hogy mi mustárt áruljunk, hanem hogy aki adakozik, annak cserébe adjunk valamit. Nekünk meg most borzasztó sok mustárunk lett hirtelen. Azt hiszem, hogy érdekes a történet, mert tényleg kalandos volt a Csiprinek a sztoria. Ő egy kamionsofőr, egy margitai származású kamionsofőr. Leesett a kamionra? Nem, ez rajta maradt a kamionon. Ez volt régen, igen, a 90-es években sláger, leesett a kamionon, de ez rajta maradt konkrétan. Igen, akkor vettél egy hamisítványt, akkor az volt a fedősztori, hogy hát leesett a kamionra. Igen, ő A pontból B pontra el kellett vigyen egy kamiont, el kellett vezessen, amin ez a mustár volt rajta, és amikor megérkezett B pontba, ott lerakták a kamionnyi mustárt, és mikor leellenőrizte a kamionnak a rakodó részét, akkor szólt azoknak az embereknek, akik pakoltak, hogy valamit nem jól csináltak, jöjjenek vissza, mert hogy még van egy raklap mustár. És mondták, hogy nekik papíron minden megvan, elegendő van, úgyhogy valószínűleg elszámolták azok, akik küldték, mert hogy nekik elég mustárjuk van, az pluszban van az egy raklap. Telefonált jobbra-balra, kiderült, hogy senkinek nem hiányzik ez a mustár, és akkor jött neki a gondolat, hogy akkor ő ezt hazahozza valahogy onnan, mert hogy majd valahogy Noelnek talán tudunk ezzel segíteni. És amikor jött visszafele Románia irányába, akkor Szolnok előtt fölhívta a cég, akinek a kamionját vezette, hogy Szolnokon hogy a kamiont kell cseréljen, tehát ezzel, amivel most jön, ezt rakja le, és egy másik kamionnal jöjjön el egészen a határig. Úgyhogy Szolnokon át kellett pakolja az 1000 kis mustárt egy másik kamionba, amit a határnál kellett hagyjon, ott be kellett pakoljon valamint az autójába, de persze az autójába ez nem fér be. De egyik közeli ismerőse ugyancsak egy margitai román srác jött Németországból, 3 használt autót hozott, úgyhogy azt mondta, hogy 3 autót dugi pakolták mustára, és úgy jöttek át a határát kellett. Tehát kvázi ő már 4-szer átpakolta ezt a mustárt, és nagyon szeretné, hogyha megszabadulna tőle, és nagyon sok pénzt tudna úgymond átutalni Noelnek. Kiálltunk ezzel a dologgal szombaton 9 órakor, 9-től 2-ig, nagyon jó idő volt, sok mindenre biztos, kintállásra egyáltalán nem, mert hogy fújt a szél, és be volt borulva az égbolt, és ott rengeteg kedves emberrel találkoztunk, magyarokkal, románokkal, és igazából mindenki mellé állt emelé a sztori mellé. Nagyon sokan jöttek, akik adtak pénzt, viszont nem vettek el mustárt, mert azt mondták, hogy igazából nem azért jöttek, és voltak olyanok is, akik sokkal több pénzt adtak, mint
amennyi mustárt elvittek volt, aki adott 200-et, és csak szimbolikusan rátuk máltunk egyet, hogy vigyen már, mert mi egyébként a mustártól is akartunk megszabadulni, hogy Csipri ne kelljen még pakolja, vagy 2-3-szor. De legalább fele megmaradt, úgyhogy ez valahol örömre ad okot, mert hogy 3085 lejt gyűjtöttünk össze, ezt valószínűleg Csipri kiegészítette 15 lejjel, mert láttam, hogy 3100 lejt utalt be a bankba. Úgyhogy több mint fele a mustárnak így megmaradt, úgyhogy valamelyik nap, pénteken vagy szombaton, amikor ismét itthon lesz, akkor még kiállunk ezekkel a kis flakonmustárokkal is, hát hogyha még gyűjtünk, vagy 3-4 ezer lejt Noelnek. Hát és ez, akkor... ez tényleg nagyon jó sztori amúgy tényleg ezzel a sok pakolással, meg a... És akkor mondanám a podcast hallgatóknak, jaj, hogy szombaton lesz Margitán egy jótékonysági Mikulás buli a Park vendéglőbe, ahova meghívást kapott a ja, Detox zenekar. Jó, valószínűleg. Okay. Ezzel meghívást kapott a Detox zenekar. Urnába elfogadnak természetesen felajánlást Noelnek. Igazából 10 lej a belépő, de hát azt is nem a Detox kéri, hanem hogy valamilyen összeg legyen, amire biztosan úgymond számíthat majd a kisrác, illetve a kisrácnak a családja. Meg azt is mondanám, hogy vasárnap 8-án 14 órától a sportcsarnokban lesz egy MMA, kickbox és ketrec harc gála, és ott is lesz egy urna elhelyezve, és akik úgy gondolják, hogy támogatnák Noelt, az alkalommal is tudják majd támogatni. Mi pedig adventi ökumenikus kórus tanálkozót szervezünk december 15-ére. Ez vasárnaphoz lesz egy hétre, hogyha jól számolom. A 10. ez ebben az egyik fontos információ. Másik pedig az, hogy lesz egy urna, ami ki lesz rakva, és a bevételt természetesen Noelnek fogjuk elutalni. Illetve azt is mondanám, hogy vasárnap volt ugye advent első vasárnapja, az egyházi év első napja. Református templomban voltam, amikor az istentisztelet végén kiderült, hogy az urnába érkező pénzt Noelnek ajánlja fel a margitai református közösség. Amúgy arról tudunk valamit, vagy tudsz valamit, hogy ez meddig kell összegyűjjön ez az összeg, vagy... Mert rengeteg helyen mondom, olvasom, meg látom, hogy gyűjtenek meg ilyesmi, de sehol nem találom azt, hogy meddig kell ez összegyűjjön, vagy ez hogy működik ezután. Igazából pontos dátumot nem tudok. Azt tudom, hogy az NT-nek az esetéből, aki egy magyarországi kisfiú volt, vagyis hát még az, meg reméljük, hogy felnőtt egészséges ember is lesz belőle. Sokáig zente lesz. Igen. Igen. Nem is tudom, hogy miért mondtam múlt időben. Mármint, hogy a problémája volt, reméljük, hogy ez most már megoldódik. Ő sokkal nagyobb baba, idősebb baba volt, mint Noel. Noel, ugye igazából egy csecsemőről beszélünk, az NT-ről jól emlékszek, a tévéből akkor ő már mozgott segítséggel tudott menni. Tehát ő több mint egy éves babáról beszélünk abban az esetben, hogyha az emlékezeteim és a megfigyelésem nem csal. A lényeg ebben a betegségnek a gyógyításában, hogyha jól értettem, az, hogy minél hamarabb meg kell kapni azt a gyógyszert, ami ugye több mint 2 millió euróban kerül. Minél hamarabb, annál jobb, annál hatékonyabb, annál jobban tud segíteni a páciensen. Hát igazából nincsen határidő, de logikus, hogyha ez így működik, akkor az lenne a jó, hogyha már tegnap, ha már tegnap meg lett volna. Nos, folytassuk a Szai Karate 2.0 eheti kiadását, és egy olyan témával folytatjuk, ami hát kicsit mondhatjuk azt, hogy globális, nem feltétlenül romániai vagy Bihar megyei, de itt most konkrétan Bihar megyében történik, vagy történt egy olyan dolog, hogy Nagyváradon újítják a régen Baross hídnak hívták, ha jól tudom, most Dacia hídnak hívják, és most októbertől kezdték el ennek a hídnak a renoválását, bővítését, és hát ugye nap mint nap bele lehet futni ilyen vélemény nyilvánításokba a közösségi oldalon ezzel kapcsolatban, és most például pont tegnap volt egy olyan poszt megosztva, hogy ha jól emlékszem,
most 7-től annyira lezárják a hidat, hogy már csak egy sávon lehet közlekedni, és folyamatosan arról ment a véleménynyilvánítás, hogy tehát mindenki fel volt háborodva, de csak olyanok írtak a poszt alá, akik vezetnek. És én például, aki nem vezet, és egyáltalán nem vagyok ilyen vezetés náci vagy fasiszta, tehát nem azt mondom, hogy senki ne vezessen, mert úgy gondolom, hogy ezt még nem hallottam. Az autó, hát jó, ezt minden mellé lehet ugyebár oda tűzni, aki nagyon szélsőségesen támogat, vagy nem támogat valamit. Minden esetre szerintem az autó az egy iszonyatosan hasznos dolog, de nem feltétlenül mit tudom én, 10 kilométeren belül. És nekem, mint aki nem vezet, az első gondolatom az volt, hogy miért nem olvasok egy olyan hozzászólást ez alatt a bejegyzés alatt, hogy figyeljetek már, én reggel nem vettem elő az autót, mert tudtam, hogy milyen nehéz közlekedni Nagyváradon, és inkább gyalog, vagy ne adj Isten tömegközlekedéssel mentem be a munkahelyemre. Elindultam fél órával korábban, mint ahogy amúgy el szoktam indulni, de nem rostokoltam ott az autók között. Te Zsolt, mint aki azért vezet, és mondjuk Margit a kisebb, mint Nagyvárad, de gondolom nem annyira forgalmas, de te viszont megteszel nagyobb távokat, hogyha jól tudom. Mondd el erről a véleményedet. Nagyon érdekes ennek a pszichológiája, ennek a dolognak. Amikor az első autómat vették nekem, mert ugye az elsőt azt még vették, akkor én azt mondtam, hogy akkor fogom használni az autót, hogy hosszú távokra fogok menni. Milyen kis idealista hát voltál. De amikor az embernek friss jogsia van, új autója van, akkor mindig vezetne. Úgyhogy mindig mindenhova autóval megy, míg belejövök, akkor ez volt ugye a sláger, míg belejövök. Aztán belejöttél. Aztán belejött az ember, és úgy maradt, igen, ez a gomb benyomva marad onnantól kezdve. Nagyon érdekes, nem gondolnak az emberek arra, az autós emberek, a sofőrök tulajdonképpen, hogy menjenek ők gyalog vagy tömegközlekedésre. Nem is nagyon tudják szerintem azok, akik autót vezetnek és autóval mennek dolgozni nap mint nap, hogy melyik villamossal, melyik autóbusszal tud ő eljutni a munkahelyére, vagy bele sem gondol, hogy abba az irányba esetleg el tudna menni tömegközlekedésre is, vagy amit te mondtál, gyalogbiciklivel. Ezt a saját tapasztalatomból mondom, mert amikor autóm szervizben volt, akkor volt már rá példa, hogy egy-két, akár három napot is gyalog kellett közlekedjek a városba, és volt arra is példa, hogy nagyon kellemesen sétáltam, és nagyon jól esett, amikor eljutottam A pontból B pontba, és eszembe jutottak azok az idők, amikor nem volt még autóm, és nem voltak gondjaim az autóval kapcsolatosan, és akkor is eljutottam mindig mindenhova időbe, csak ugye hamarabb kellett menni. Sőt, hogyha a nagyvárosban laksz, akkor és élsz, akkor a biztosabb a tömegközlekedés, főleg, hogyha vannak külön busz pályák a buszoknak, vagy a villamosok el vannak picit zárva az autótól, tehát nem marad bent a dugóba. Adj Isten, hogy olyan városban laksz, ahol metró van, akkor teljesen rendben van a tömegközlekedés, mert azzal biztonságosabban el tudsz jutni tényleg egyik helyről a másikra, mint az autó, mert az autó az, és az autós forgalom az általában reggel is bedugul, mikor mindenki autóval elindul dolgozni, iskolába viszik a gyerekeket, és délután szintén ugyanez történik, és majd csak este jön helyre a helyzet, de valahogy az emberbe bele van kódolva az, hogy onnantól kezdve a sofőr lett, és autója van, akkor beül az autójába, és az autójával megy, és miközben igen, ott ül a dugóban, szidja a többi autóst, meg szidja a polgármestert, meg szidja a polgármester hivatalt, meg a helyi tanácsot, meg a megyei vezetőt, meg a kormányt, meg mindenkit igazából. Csak arra nem jön rá, hogy ő az egyik okozója annak a dugónak. Mindenki hibás igazából, csak az ember azt nem veszi észre, hogy az egyik legnagyobb hibás például ő, meg a másik, aki mellett ül az autóban, meg a másik, amik előtte, meg a harmadik, amik a háta mögött áll az autóban. Nem esik ez le az embereknek. Autóval akarunk menni. És ugye az is probléma, hogyha a polgármester hivatal nem csinál semmit. Hogyha az a híd, tegyük fel, ilyen marad, és nem szélesítik ki a következő 30-40 évben sem, márpedig azért kell szélesíteni, mert hogy az autós forgalom megnőtt. Nem azért szélesítik Nagyváradon a Dacia hidat, mert hogy kevesebb autó van, hanem azért szélesítik, mert hogy sokkal több autó van, mint ezelőtt 30 évvel, amikor megépítették, vagy 50 éve. De az ember nem bufferolja be ezt sem, hogy hát
tulajdonképpen most egy picit persze nehezebb a közlekedés, de pont mi miattunk csinálják azt, hogy amikor kész lesz, tegyük fel jövőre, akkor sokkal könnyedékenyebben tudjunk átjutni a körös egyik oldaláról a másik oldalára. Ez is valószínűleg annyira összefügg ezzel a tényleg modern világgal, ahol mindig minél gyorsabban kell mindent megoldani, és minél hamarabb kell gazdagnak lenni, minél hamarabb kell, és mindig csak, tehát egy picit ilyen önzést érzek ebbe az egészbe, tehát, és nem, igazából rosszul fogalmaztam, mert nem pici önzést érzek ebben a dologban, tehát, hogy annyi, de kényelmetlenségnek se tudnám mondani azt, hogy most ez a, ennyi ideig, amíg zajlik ez a felújítás, hogy addig tényleg ne autóval menjünk, vagy akkor ne arra menjünk, vagy bár mondjuk az nem tudom, hogy mennyire jó vagy nem jó, hogy kikerüljük azt a szakaszt, és akkor vagy akkor tényleg otthon hagyni az autót, és addig nem használni, csak vagy, hogyha valami messzibb. Vagy lehet van munkatársad, aki fel tudna venni, és akkor nem mentek két autóval, vagy hárommal, hanem hárman mentek egyel, adj Isten, mert hogy 4-5 férőhelyes egy autó, de hogy és mindig egy valaki egy, maximum két ember ül egy autóba. Mindig ez volt a történetem, amikor én ezt akkor vettem észre, amikor mindig megszóltak a haverok, meg az ismerősök, hogy miért van neked kétajtós autót, hogy nem kényelmetlen, és ezt mindig elmondtam az emberek, és azóta is tartom igazából ugyanezt, most már 4 ajtós autón van, de nem változott a szituáció, legtöbbet a bal első ajtót használom. Tehát az, hogyha az autó működik, akkor általában a sofőr ül benne. Nagyon kevés az a százalék, hogy autó működik, és nincs benne a sofőr. A második legnagyobb valószínűségű helyzet, hogy ketten ülünk benne, és úgy általában a sofőr mellé ül be, a másik nem akar hátra ülni magába. Kivéve, hogyha ugye az a szituáció, hogy sofőr visz egy olyan embert, akinek sofőrje van, mert az hátra ül be. És nagyon kevés az a helyzet, amikor 3 vagy 4 mentek, amikor hátra is be kell ülni. Tehát igazából nem kényelmetlen, egyáltalán nem kényelmetlen a kétajtós autó, mert hogy legtöbbször az emberek 1, maximum 2 személlyel utaznak. Olvastam ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszem, Indonéziában, még pedig annak is a fővárosában komoly büntetéseket szabtak ki azokra az autósokra, akik egyedül utaznak, és így beindult egy ilyen, hát igen, mert hogy ugye egy csomó hely ott van szabadon, és mégis, tehát ugyanannyi légszennyezés zajlik, mint hogyha 5-en ülnének. És a büntetéstől félő sofőrök erőszakkal elvittek embereket A pontból B pontba. Nem erőszakkal, de mindenki próbált úgy szervezkedni, hogy legalább 4 legyenek az autóba, és hogy minden ablak mellé kerüljön egy fej. Feltennék neked egy hülye kérdés, hogy ismered azt a viccet, de tudom, hogy mindegyik viccet ismered, amikor találkozik az egyik srác az ismerősével, és szalán szét van marva. És kérdezi, hogy mi történt veled, hogy szét vagy marva? Hát akartam kísérni egy nénit a zebrán, és az Isten szerelmére nem akart átjönni. Folytassuk tehát a szájkaratét, és most egy picit kimozdulunk Bihar megyéből, bár hogyha jobban meggondolom a következő témánkat, annyira azért minket is érint ez a dolog, mint ahogy a nem Bihar megyei magyarságot, ugyanis éppen az adás felvételét megelőző napon jelentette be a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, mely éppen sajtótájékoztatót tartott, hogy 1 milliárd forintot kap a diaszpóra magyarsága és a külhoni ifjúsági szervezetek. Ugye a hír leírja elég jól, hogy mire is lehet pályázni, nem pályáztatni. És ugyebár a célját is, hogy megmaradjon az a magyar nyelv, illetve identitás és kultúra megőrzése szerte a világon. Ugye nem feltétlenül csak a romániai magyarságra kell gondolni ez esetben, hanem akár nem tudom, az ausztráliaira. Már valószínűleg az Európában élő magyarságot azért mégiscsak könnyebb támogatni, mint a New Yorkit. Hát meg valószínűleg a New Yorkiak meg tudják oldani könnyebben, mint egy ukrajnai magyar, vagy akár egy szlovákiai, ugye tudjuk, hogy ott is ilyen szempontból elég európait
lan a helyzet, hogy jól ejtettem ezt a szót, de remélem, mindenki értette, mit akartam ezzel mondani. Nagyon jók ezek a programok egyébként, és én mindig örvendek, amikor Magyarország úgy tekint a határon túl élő magyarjaira és a nemzettársaira, mint akik a nemzet szoros építő részei, mert szerintem azok is vagyunk, csak hogy ezt a 2010-es évekig nem nagyon lehetett érezni az MSZP-s kormányok ideje alatt, és ez 2010-től kezdett el ismét érezhető lenni, hogy a budapesti kormány az figyel a határon túli magyarokra. Ugye nemzetpolitikai államtitkárságot is akkor hoztak létre, és azóta beszélünk ilyesmiről, hogy külön osztály foglalkozik azokkal a projektekkel, amelyek a határon túli magyarokat célozzák meg. Mert hogy ugye ezek a határon túli magyarok minden országban kisebbséget alkotnak, azt meg pedig nagyon jól tudjuk, és az Budapestről is kell tudják, és ezek szerint tudják is 2010 óta, hogy ugye minden országban a kisebbséget nem kifejezetten úgy fogadják el, hogy az annak az adott országnak az építő kockája, hanem minden országban valamilyen szinten próbálják őket. Hát finoman fogalmazok, hogy picit elnyomni, picit lehalkítani a hangjukat, és akkor vannak ezek a magyarországi programok azóta, 2010 óta, amelyek pedig épp azt ösztönzik, hogy a határon túl élő magyar társaságok, társadalmak, közösségek, települések, akár egyházi szervezetek, akár civil szervezetek, akár önkormányzatok tudják úgy megszervezni az életüket, hogy ne érezzenek semmilyen kulturális vagy ehhez hasonló hiányt a mindennapi életük. Tehát teljes magyarként tudják megélni a mindennapjaikat, pont úgy, mint egy dereskei magyar. Van valami összefüggés, vagy látsz benne összefüggést, mert én látok, akkor most elmondom, de tudom, hogy... Én meg rövidlátó vagyok, úgyhogy... Nem hiszem, hogy rövidlátó vagy. De hát azért van szemüvegem. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy mondtad, hogy 2010 óta működik ez a magyar kormány, illetve Budapestről, ugyebár, ahogy az előbb a hír címében is olvastuk, mert hogy 2010 óta számítanak a határon túli szavazatokra is a magyar pártok. Illetve, hogy azelőtt, 2010 előtt meg ez nem működött, illetve nem is volt szavazati joguk a nem Magyarországon. Nem is volt kettős állampolgárság. Hát azért mondom, tehát hogy hát, nem kacsingattak ki Hornék meg. Hogyha ezt bele akarjuk magyarázni, akkor bele tudjuk magyarázni, de én másképpen gondolom ezt a dolgot. Persze valamilyen szinten van összefüggés. Bele akarom magyarázni, csak hogy... Én nem gondolnám azt, hogy szavazatvadászás, csupán szavazatvadászás ennek a célja. Hogy van ennek egy szavazathozadéka is, az természetes. Hát most minden politikus, hogyha valahol valamit épít, vagy valahol valamit támogat, vagy egy kormány, vagy ezt egy párt. Ezt nem ingyen csinálja. Hát ha ingyen, természetesen induljunk abból, hogy ingyen csinálja, de hát azért úgy örülnek, hogyha kap érte szavazatot, nem? Hát ő mégiscsak akkor fog tudni még egyszer oda kerülni, igen, hogy segítsen, hogyha oda-vissza szavazzák. Tehát igazából ez nekünk is a célunk, úgymond határon túl élő magyaroknak, hogy olyan polgári és nemzeti érzelmű kormány vezesse Magyarországot, és itt jön ugye képbe az, amikor a magyarországi magyarok nem értik meg sokszor, hogy a határon túli magyar miért kell szavazzon, és miért kell beleszólni azokba a dolgokba, mert nem mindegy ugye egy határon túli magyarnak, hogy egy milyen érzelmű, és milyen beállítottságú, milyen fölfogás, milyen ideológiák síkjában működő párt vagy pártszövetség vezeti Magyarországot, mert az nem mindegyik, ezt már láttuk ugye az elmúlt 30 évben, nem mindegyik úgy, vagy olyan intenzitással, vagy olyan fölfogás, és tekint a határon túli magyarok, és most nem csak a pénzről beszélek, arról az 1 milliárd forintról, mert hogy egyébként így meghalljuk, hogy 1 milliárd forint az egy sok pénz, de egy magyar kormánynak az nem egy egetrengető pénz. Tehát hogyha azt mondja erre például egy Magyarországon élő választópolgár, hogy persze, mert a határon túli magyarok kapnak 1 milliárdot, és az a mi adó pénzünk, tehát ő, hogyha az bent marad az országban, úgy sem érezné, tehát ő azt nem látná, nem lenne nem nagyobb a nyugdíja például, vagy a minimálbérje ettől függetlenül. De bizonyos programokra ez nagyon jó.
annak, hogy persze, hogy van egy szavazott hozadéka, ez szerintem vitathatatlan, de hogy ez így rendben is van, mert hogy ez így kéz a kézben kell működjen együtt. Tehát, hogyha egy politikus segít egy közösségnek, akár hogyha egy polgármesterről beszélünk, és akkor egy picit most menjünk el a politika irányába, és most zárjuk ki ezt a történetet. Ha egy politikus, egy polgármester segít a közösségének, és jól végzi a dolgát, akkor logikus, hogy cserében vár szavazatot, de hát az ember is rá kell szavazon ahhoz, hogy legközelebb, mikor hozzá kerül, megint tudjon neki segíteni, vagy ismét olyan ember kerüljön oda, aki jól végzi a dolgát. Ugye a hírt miután ismertettem itt veled, itt még a mielőtt visszajöttünk a felvételbe, ugye mondtad, hogy pályázni kell. Hogy zajlik? Röviden, igen. Hát levontad a konzekvenciáját a dolgoknak, tehát igazából ki kell használni ezeket a dolgokat. Hogy működik egy ilyen dolog, illetve ugye én meg azt mondtam erre, hogy általában könnyebben lehet ezeket a dolgokat pályázati úton megnyerni, hogyha mondjuk két város testvértelepülés összefog, és ugye az Európai Uniós pénzek is általában úgy mozognak könnyebben, hogyha egy város nem csak magára koncentrál, hanem egy egész régióra. Igen, ez így van. Margitának egyébként volt, és van is jelen pillanatban is futó pályázata Berettyóújfalúval közösen, mert Margitának az egyik testvértelepülése Berettyóújfalú, ami abból a szempontból is nagyon jó, hogy ugye mi a határnak egyik oldalán vagyunk, ők meg a határnak a másik oldalán, tehát igazából két ország, viszont mind a két országnak a települése, bár különböző országokban vannak, mégis határmenti megyékben, tehát egy régióban vannak, igen, ezt akarom mondani. Ugye másik településünk, testvértelepülésünk nekünk Kiskörös, ami Bács-Kiskó megyében van, az földrajzilag ugye tőlünk nagyon messze van, és nem működnek ezek a dolgok olyan jól Kiskörösségekkel, velük egy teljesen más témában virágzik a két település közt a testvéri kapcsolat. Berettyóújfalú pedig ugye nagyon jól tudunk pályázni, mert ugye az Európai Uniós pénzek, amiről te beszéltél, azok ugye inkább régiókról beszélnek, és régióban, hogyha gondolkodik az ember, vagy egy város, akkor is, hogyha vannak partneri, akkor könnyűszerrel mondom ezt, vagy könnyebben jut pénzhez, mint hogyha ő ilyen freelanderként magába próbálja megváltani a világot. Hogyha ezekben a kiírásokban is lesznek ilyen lehetőségek, valószínűleg meg fogjuk nézni, és biztos vagyok abban, hogy Berettyóújfalúval közösen lesz olyan elképzelésünk, ami nekik is jó, és nekünk is jó. Az a jó ezekben a pályázatokban, hogy míg régen ezek tükörpályázatok voltak, tehát úgy hívták őket a tükörpályázat, tehát igazából mind a két oldalt ugyanazt kellett nagyjából megvalósítani. Most mondok egy példát, ha egy konferenciateremet akartál Martán újítani, akkor ott is valami hasonlót kellett újítani. Nem lehetett azt, hogy Martán konferenciateremre van szükség, Berettyóújfalúban pedig egy teljesen új szoftverre az önkormányzaton belül. Most már ezeket is engedélyezik igazából. A lényeg az, hogy a tematikája ugyanaz legyen. És ugye, hát a nyelvezet az nagyon jó, meg a kommunikációt, azok az emberek, akik ezeket a pályázatokat írják, azok nagyon ügyesen össze tudják rakni mellé a szöveget, hisz ugye el lehet ezt magyarázni, és teljesen hihető, meg teljesen normális, nem is, hogy hihető, tehát nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy kamuzási lehetőség. Hogyha Martin egy konferencia termet csinálnak, az ugye el lehet mondani, hogy azért, hogy abban a teremben jobban tudjanak kommunikálni egymás között az önkormányzati alkalmazottak, illetve a civilek, hogyha bejönnek, és hogy ezáltal is szorosabb legyen az önkormányzat és a választópolgár, vagy a mindennapi margitai polgár közti kapcsolat. Berettyóújfalúnak meg azért van szükség egy ilyen szoftverre, hogy könnyebben adjon ki, tegyük fel bármilyen engedélyeket vagy igazolásokat, ami ismét a kommunikációnak a gyorsítása, ugye is a bürokráciának a csökkentése. Úgyhogy rengeteg lehetőség van, rengeteg lehetőséget ki is használtak ezek a települések, is használják is, ami egyébként arra jó, hogy ezek a településeken élő embereknek a mindennapjai még akkor is, hogy azt látja ugye a hétköznapi ember, hogy kis léptékkel, de ha már azt látja, hogy fejlődik, akkor az már egy siker. És én azt gondolom, hogy fejlődnek a településen belüli megvalósítások és állapotok. És akkor ide értünk a mai Szájkarate 2.0 utolsó blokkjához, bár itt három témával is fogunk foglalkozni, aztán meglátjuk, hogy
hogy milyen intenzitás lesz itt a két műsorvezető hozzászólásaiba, véleményeibe, ugye bár Lenkár Péter és Demján Zsolt ülnek a mikrofonok mögött, ezt még csak az elején hangzott el, de akik hallgatnak minket, azok már tudják. Ugyebár a nyáron ugyebár egy nagyon híres ügy, vagy inkább úgy mondom, hogy egy elég meghatározó ügy pattant itt ki Romániába, ugyebár a Caracali ügy név alatt elhíresült. Hát tulajdonképpen nem nagyon tudnám meghatározni, hogy gyilkosság, eltűnés, szóval igazából még ma sem tisztázott ez, hogy most akkor mi történt ott. Emberek tűntek el, vagy meggyilkolták őket, ugye holttesteket, vagyis holttest, mármint maradványokat találtak, de az se stimmelt. Hát nagyon zűrös az ügy, de én úgy értettem, hogy adott pillanatban, hogy DNS mintát vettek valamilyen maradványból, és az a kislánynak a DNS-ével egyezik. Illetve egy másik lánynak a DNS-ével is megtalálták. Utána pedig azt hallottam, hogy a kislány lehet, hogy Olaszországban vagy van. Svájcban. Svájc is közben? Igen, persze. Hát Svájc az nagy ilyen örömlány. Tehát olyan örömlányok, akiket kikényszerítenek, hogy oda menjenek pénzt keresni, mert ott van pénz. No, úgyhogy nem tudom, hogy mi történt. Igazából ott úgy tűnik, hogy nálunk okosabbak, akik ezért vannak fizetve, sem nagyon tudják, hogy mi történt Caracalban, ez a probléma. Az, hogy pedig az ügyész urat visszaengedték dolgozni, és ismét hozott majd ehhez hasonló döntéseket, mint amit akkor hozott, hogy reggelig nem volt szabad betörni a rendőröknek, a gyanúsítottnak a lakásába, annak a gyanúsítottnak a lakásába, amiknek a telefonjáról telefonált az eltűnt, vagy azóta meggyilkolt kislány, és elmondta, hogy fogva van tartva, és hogy nagyon fél, illetve a szomszédok is elmondták, hogy hallottak sikolyokat az előző órákban, abból a házból és abból az udvarból. Az ügyész ennek ellenére ugye azt mondta, hogy meg kell várni a reggelt. Én azt gondolom, hogy ilyen ügyészek nem kéne már dolgozzanak semmiféle ilyen és ehhez hasonló pozíciókban, mert hogy én teljes mértékben elviselhetetlenek és felfoghatatlannak tartom azt, hogy egy embernek a anyagsága, nem törődömsége miatt akár egy hajszája is görbülhet egy másik embernek, nemhogy akár az életét is elveszítheti, vagy Isten tudja, hol, milyen körülmények között van elhurcolva az ártatlan fiatal kislány. Meg a többi, mert hogy ugye kiderült, hogy nem csak egy gyerekről beszélünk, nem csak egy kislányról beszélünk, hanem akár többről is. De hát azt is tudjuk, ugye Románia a lehetőségek országa, itt az is lehet, hogy az ügyész hoz egy katasztrofális döntést, pár hónapot kiteszik vakvágányra, és aztán visszahozzák. Sőt, azt is el tudom képzelni, pár év múlva még elitebb vagy fennebb pozícióban lesz, igen. De azért ez tényleg érdekes, hogy most nem tudom, hogy az mennyiben lennének előrébb a nyomozásban a dolgok, hogyha ugye nem történik ez a dolog, mert hogy a friss hír ugye az, hogy ismét dolgozhat ez az ügyész, aki megtiltotta, hogy bemenjenek a rendőrök házat kutatni, hogy mennyivel lenne előrébb az ügy, hogyha nem zajlik le az a pár óra, amíg a rendőrök az ajtóban állnak. Csak annyi helyesbítést tennék mellé, hogy nem tiltott meg semmit, csak igazából házkutatási engedélyt nem adott ki, anélkül meg a rendőrök nem tudtak bemenni, mert azt mondta, hogy majd ő reggel 6-kor ad a házkutatási engedélyt. Nem tudom, hogy az ügy mennyivel lenne előrébb, valószínűleg, hogy sokkal előrébb lenne, mert hogyha nem várják meg a reggelt, akkor valószínűleg tetten érik, vagy időben érkeznek oda. Bár ugye az is lehet, hogy időben érkeztek oda, csak rostokoltak a ház előtt. Csak úgy elképzelni olyan nehéz, hogy te ott épp vágod le valakinek a lábát, vagy nem tudom mit. Most lehet, hogy kicsit durva vagyok, de hogy ott, és tudod, hogy ott állnak az ajtóba, csak nem jöhetnek be, mert nincs meg valami papír, de te közben azért még ott próbálod eltüntetni a dolgokat. Tehát ez valami groteszk filmbe illő jelenet. Ez groteszk egyébként az egész történet, az, hogy el tud tűnni egy gyermek az útszéléről úgy, hogy az iskolából ugye a hazafele stoppol. Erről beszéltünk a nyáron, hogy ez a tanügyrendszernek is a helyzetét épp szépen lefesti. Az, hogy... Nem iskolából, mert hogy nyáron nincs suli, de valami külön órára. De valami külön órákra ment, igen, tehát köze volt az iskolához. Ugye ja, igen. Az is furcsa, hogy ilyen emberek vannak szabadlában, és milyen érdekes, soha senki semmit nem feltételez az ilyenekről, és
és amikor kiderül, hogy talán baj van a füle mögött, akkor elmondják szomszédok, hogy hát egyébként mindig is gyanús volt, meg furcsa volt, meg volt neki furcsa dolgai, mert most is elmondták ugye a szomszédok. Aztán ugye mennyire szürke az, és mennyire ködös az, hogy a gyermeket nem találták meg időben, pedig ugye az elkövetőnek telefonjára telefonált, pontos leírás adott az udvarról. A rendőrségnek fogalma nem volt, hogy hol keresse, pedig Caracal. 21. században, amikor a GPS pedig Caracal nem egy nagy város, igen, nem New Yorkról beszélünk, hogy igazából el tudsz tévedni, hogyha egy utcán nem úgy fordult el, hogy kellett, akkor véged van. Caracalról beszélünk, és amit mondasz te, igen, hogy ugye a telefonon tudja, hogyha bemész a Carrefourba, és meg, mi is kijöttél, megkérdezi, hogy tetszett a Carrefour, és a rendőrség nem tudta bemérni. De a rendőrség nem tudta bemérni a Kárpátokba lezuhant repülőgépet, és az újságírót találták meg, nem a rendőrök. És akkor vannak ilyen ügyes ügyészek, és aztán meg vannak ilyen ügyes nyomozók, akik azt mondják, hogy megvan a DNS minta, és meghalt a lány, és hogy itt van az eredmény, aztán kiderül, hogy nem is biztos, hogy neki a DNS mintája, de akkor ha a DNS minta se elég bizonyíték, akkor könyörgöm, mi a bomba biztos bizonyíték arra, hogy valaki él vagy hal? És volt olyan is, hogy már az FBI-jal is felvették a kapcsolatot, hogy ne csak Romániába vizsgálják meg a DNS-t, hanem tehát, hogy elküldték az FBI-hoz is, hogy ők nincs is vizsgálják. Nincs meg ez az információ, de hogy... Volt erről is. Azért említettem fel egy picit ezeket a folyamatokat, hogy úgy érezzük még egyszer, és hogy döbbenjünk rá, hogy milyen országban élünk. Tehát, hogyha bajba kerülünk, akkor nem feltétlenül biztos, hogy a rendőrséget kell felhívni, hanem valami közeli ismerősünket, aki tudjuk, hogy vakmerő. Bemegy, azt elrendezi. Van itt egy hát mintha kronológiai sorrendbe vennénk az idei év eseményeit, és mindegyiknek a következményeit. Ugye volt itt, ez ugye nyáron volt, ez itt kora ősszel volt, ez a másik, ugyebár a Csomortányi Istvánnak a karlendítős fotója. És az az érdekes, mindegyik hírből nincs következménye, látod? Hát dehogy nem. Hát a Caracali csávó most... Hát az egy következménye a dolognak velem. Vagy nem következménye. Most nem is tudjuk, hogy be van zárva, vagy nem, és ha be van, akkor most a bűnös, vagy nem bűnös, tehát most ez is kérdés már. Csomortányiról nem tudjuk, hogy lendített, vagy nem lendített, mert hogy ő tagadja, hogy nem ő, hanem manipulálta a fotó. És most azt akarod mondani, mert hogy nekem elmondtad az előbb azt a hírt, azért vagyok ilyen okos, hogy kapott 5000 lejbírságot. Na hát akkor most megvan büntetve, vagy nincs meg? Igen, igazából ez lett volna a kérdésem, hogy ebben az esetben mi lett volna a megfelelő büntetés. Félek megkérdezni, hogy szerinted, mert... Tudod, hogy van egy szimpátiám Csomortányi István. Igen, úgy gondolom, hogy van egy véleményed mind Csomortányi, mind az EMMP munkásságával kapcsolatban. Mert láttad valamit építettek? Most nem ez a kérdés, csak hogy mi lenne az a... Mert úgy fogalmaztál, bocsánat, hogy munkássága. Én rombolni már az is munka, ez is igaz. Az is egy fizikai jó, munka. Jó, oké, folytatom úgy is a mondatot, szóval, hogy akkor ugye azt beszéltük meg még, ha jól emlékszem, ez szeptemberben zajlott le ez a fotó előkerülés, hogy egyértelműen egy minimális lemondás, vagy bocsánatkéréssel. Lehet, hogy maradt volna a pozíciójában, mert azt mondják, hogy jó, oké, de úgy gondoljuk, hogy ez még nem egy olyan döntő dolog, amiért te le kell mondjál, de hogy ez szóba se került, hanem pont ennek az ellentétje, hanem folyamatos tagadást hallottunk Csomortánytól. Jó, akkor messziről fogok indítani, jó? Uha. De most Messi aranylabdát nyert, szerintem őt most lást. De érthető lesz. A 90-es években kezdtem el nézni a Forma 1-et. Ide fogunk jutni Csomortányihoz. 90-es években kezdtem el nézni a Forma 1-et, legalábbis arra emlékszem, hogy 90-es években kezdtem el nézni, amikor nagyon szurkoltam egy piros autós embernek, aki mindig a második, harmadik volt, és soha nem tudott nyerni, mert mindig egy Häkkinen nevezetű szürke, fekete autós úriember nyert. Ez a piros autós ember, ez a Schumacher volt, de én úgy kezdtem el neki egyébként szurkolni, hogy eleinte ilyen 1-2-3 kört láttam, és belealudtam kicsi gyermeklétemre. Aztán már láttam 10 kört, aztán 20-at, aztán 30-at végül, meg rájöttem, hogy ez nagyon izgalmas, meg a Palik egyébként úgy vezette a műsort, hogy azt úgy izgalmasabb hallgatni is, nem csak nézni. És amikor rájöttem, hogy ez nekem tetszik, akkor találtam egy másik új most sportot magamnak, ilyen altató sportot, minden délután néztem az M1 élőben közvetítette a Magyarország gyűlésben a parlamenti vitákat. És az egyik meghatározó karakter akkor a Tordján József
volt, ő volt a Kiskazda pártnak az elnöke. Horn kormány volt, és a Tornyán József rendszerint felállt, és én is most picit olyan vagyok, mint Tornyán József, és elmondta, hogy a bolsevik Horn kormány, kérem szépen, mondjon le. Valahogy így vagyok én ezzel a Csomortányi üggyel, hogy Csomortányi úr, kérem szépen, mondjon le. Nem azért, mert hogy én féltem a néppártot, hogy most már a BK-nak azt a részét sem fogja elérni, és hogy messziről fogja nézni a bolhának is azt a bizonyos részét, aminek a BK-nak a részére már reflektáltam az előbb, hanem azért, mert én azt gondolom, hogy a közéletben nincs szükség ilyen dolgokra, nincs szükség és nem elfogadható semmilyen náci karrendit, és én azzal egyetértek, és meg is védtem, hogyha visszaemlékszel. Tehát én azzal egyetértek, hogy azt kellett volna mondja, hogyha ő egy őszinte rendes ember, hogy nagyon sajnálom, fiatal voltam, hülye voltam, haverokkal voltunk, hülyéskedtünk, még esetleg azt is elmondhatom, hogy volt 2-3 sör, de nem úgy gondolom, sajnálom, szégyellem magamat, teljesen másképpen gondolom ezt a dolgot, és lemondok ezen, és remélem, hogy ezáltal segítek a szervezetnek abban, hogy zöggenésmentesen menjen tovább. De mivel, hogy ő ragaszkodik ehhez a székhez, úgy tűnik, én azt gondolom, hogy akkora óriási válságban van a néppárt, hogy mi azt nem is gondoltuk volna eddig, mert hogy nem hívják vissza a gazdái a fiatal embert, hanem hagyják őt, hogy vezesse ezt a szervezetet. Azt jelenti tehát, hogy akik a háta mögött vannak, nála is sokkal gyengébek. Mert hogy nem merik leváltani másra, mert lehet, hogy másnak még több vaj van a füle mögött, vagy más milyen szempontból támadható, vagy esetleg nem olyan jó a fellépése, mint a Csomortányinak, de mondjuk ez is tudható, hogy mennyire jó a fellépése. A lényeg az, és röviden zárom most már ezt a dolgot, hogy neki le kellett volna mondjon. Nem, igazából ez az 5000 lej, ez nem tudom, hogy mennyire reális, és igazából nem tudom, hogy ezt pénzben meg lehet-e amúgy határozni, de azt magyaráz már el nekem. Igen, hogy... jól látod, nem pénzkérdés. Azt így mondtam, hogy megbüntették, vagy most nem büntették meg, mert most nyilvánvaló egy karrendítés, nem adhatnak 50000 lejt se. Nem tudom, hogy... Ez egy morális probléma, ez nem pénzügyi probléma, tehát ezt nem pénzben kell mérni az ilyen dolgokat. Ezt próbálom én is mondani, de azt még magyaráz már el itt, hogy a Forma 1 ez hogy jött ide? Mert hogy oda akartam kiukadni, hogy a Tordján József. És a Tordján József ugye mindig azt mondta, hogy a Horn Gyula mondjon. A bolsevik Forma 1 hogy jön ide? Mert hogy régen, tehát 90-es években Forma 1-jel altattam magamat. Ja, meg Tordjánnal, jó. Aztán pedig rájöttem, hogy az csak 2 hetenként vasárnap van, és úgy... És a kettő között kellett találni. Kellett egy másik. És elkezdtem nézni a parlamenti vitákat, és mindig egy olyan 5 perc után elaludtam, mert nem értettem, miről van szó. Aztán láttam, hogy ezek veszekednek. És rájöttem, hogy a múlt héten ki mit mondott a másiknak, és elkaptam az összefüggéseket, és kezdtem kapcsolni, hogy ki mikor hazudik, mert hogy emlékeztem, hogy ki mit mondott. Uh-huh. És egyre izgalmasabb volt. Na de akkor jöjjenek itt utolsó témaként a legfontosabb dolgok, ugye bár a Manelléről és a Mitchről van szó, mert hogy hát most karlendítés, meg eltűnt gyerekek, hát az nem feltétlenül mozdít meg annyi embert, mint a Mitch és a Manelle. És tulajdonképpen úgy futottam bele ebbe a témába, hogy... Kormányváltást? Nem tudom. Elindít egy kormányváltást? Kormány nem biztos, de a polgármester feje az már nincs biztonságban Temesváron, hogy így mondjam. Ugyanis az a helyzet, hogy nem tudom az előéletét ennek a dolognak, csak következtetni tudok, hogy volt egy olyan elszólása Nikolaj Robunak, akinek már korábban is voltak érdekes nyilatkozatai. Valami ilyesmit mondott, hogy Temesváron be kéne tiltani a Mitch sütést, illetve a Manelle zenét. Utána már úgy került ide hozzánk is a hír, hogy ezt próbálta egy picit kozmetikázni, mert ugyanis a közvélemény, hát hogy mondjam, elmondta ezzel kapcsolatban a véleményét, hogy nehogy már a Mitchet
és a Manelét, azt valaki is elvegye tőlük. Akkor mire akartak hozzá megtrikázni, hogy a Metro Schmitzre gondolt, csak a többi Mitch az jöhet, és a Manele közül pedig a Gucát csak nem, mert az Florin Szalám az mehet. Mert hogy neki a Metroval van baj, igazából meg Gucával. Nem értem. Hát ugye mi mindig azt hiszük, meg azt mondjuk, meg miért azt, ezek a fontos dolgok? Azt akarjuk mi mondani magunknak, hogy mi egy demokratikus országban élünk. Mert úgy Romániának van ugye parlament, amit mi választunk, meg ugye államfője, és azt is megválasztottuk. Előtt eszembe üzenik Romániában élő román szavazók, hogy a diaszpórából akkor most jöhetnek haza a rengeteg kint élő vendégmunkás, mert hogy az az államfőben, meg az a kormány, amiket ők nagyon szeretik. És várunk haza mindenkit, mert hogy nagy a munkanélküliség, vagy a munkavállalók száma az kicsi, úgyhogy van szükség munkaerőre. Na, ezt is sikerült elmondani. Jó lesz ez így a végére, vagy nem. Tehát mi azt gondoljuk, hogy demokratikus országban élünk, és akkor jönnek ilyen polgármesterek, és mondanak mindenféle fajta csúnya dolgokat, hogy el akarják tőlünk venni a Mitchet meg a Manelét. Aztán mi megkövezzük. És nem gondolunk abba bele, hogy nem biztos, hogy ez nem a demokráciának a része. Tehát nem biztos, hogy a polgármester úr, nem akarom a védelmembe venni, de nem biztos, hogy a polgármester ezzel rosszat akarna az egész Temesvárnak. Mert én nem élek Temesváron, és nem is voltam az elmúlt időszakban Temesváron, de lehet, hogy a polgármester egy nevelő szándékú üzenetet akart ezzel megfogalmazni, és amit meg te mondtál, az teljes mértékben helytálló, hogy most komolyan tényleg ezek a legnagyobb problémák itt Dél-Nyugat-Romániában, Temes megyében és Temesváron, hogy a polgármester azt mondja, hogy köztéren akkor egy kicsit szorítsuk vissza a Mitchet, meg a Manelét, mert hogy azt meg kell értse mindenki, hogy a Manele a román nép kultúrájában most már beitta magát, de akkor is az egy szubkultúra, tehát az nem az a része a kultúrájának a román népnek, amivel dicsekedni tud mondjuk egy jobb helyen. De igazából nem az a baj, vagy szerintem nem az a baj, bár lehet, hogy nem is baj, hogy a polgármester ezt így megmondta, vagy kimondta, mert ugye véleményt lehet formálni. Hát azért van demokrácia, nem? Hát ő is elmondhatja a véleményét. De hanem inkább a reakcióval van baj, hogy ezt ennyire a miénk, és ennyire kell védeni, mert tényleg nincs fontosabb dolog ennél a kettőnél. De most képzeld el, hogy a polgármester milyen rossz helyzetben van, mert hogy ő ezeknek az embereknek a polgármester, és hogy a Temesváron ilyen nagy fölhabadás kelt, azt jelenti, hogy nagyon sokan, a lakosságnak a nagy része igazából nem akar elengedni a Manelét és a Mitchet. Amire ugye a polgármester úr nem azt mondta. Nyomni a pecsétjét legközelebb. Igen, a polgármester nem azt mondta, hogy ne egyenek Mitchet, mert otthon mindenki azt teszik, amit akar, de hogy ne erről szóljon, gondolom, egy hétvégi városi rendezvény, hogy csak a Manele a jó, és csak a Mitch érdekel minket, meg a korsósör, és bármilyen minőséget akarsz ide nekünk hozni, nekünk az nem kell, mert az hülyeség. Szerintem a polgármester ezt akarta ezzel mondani, csak másképpen. Mitch és a Manele legyen csak meg. Csak ő leegyszerűsítette igazából, az embereknek meg begyulladt a fejükbe az égő, és hogy el akarja venni a polgármester tőlünk a Mitchet meg a Manelét. Hát meg mondjuk esetleg lehet a médiának is van némi köze, vagy mármint a közlésének, ennek a nyilatkozatnak, vagy ennek a bárminek, és lehet, hogy annyira leegyszerűsítették, hogy csak ennyi jutott el. Jól mondom, mindjárt ugye ez jutott nekem eszembe, ami egy évvel ezelőtti saját tapasztalat volt a saját közösségi oldalon, amikor azt láttam, hogy ilyen plusz 50, plusz 60-as Facebook ismerőseim, barátaim kiírták, hogy hála jó Istennek, visszakerült a TV2, és ismét lehet fogni. És én nem vettem észre, hogy eltűnt a TV2, akkor vettem észre, amikor azt mondták, hogy ismét van, hogy akkor most már jó, akkor van ismét a kettős, az új kettes, meg a csiga kettes, mert ez volt az első két neve a TV2-nek. És én nem értettem akkor, és mai napig sem értem, hogy komolyan a társadalomnak van egy olyan rétege, vagy hát most már értem, van egy olyan rétege, akinek ezek a dolgok alapvetőek, tehát a mindennapi funkcionalitásukhoz hozzájárul, mint másnak a vasárnapi húsleves, vagy a templomba járás, vagy az, hogy fürdök, van akinek a Mitch, a Manele, vagy a TV2. Mert ezek hogyha, a kb. Ugyanaz a kategóriának. Én úgy látom, hogy igen. Nem akkor
akarok ezzel tényleg senki sem bántani, de aki tényleg kiírja a Facebook oldalára azt, hogy hú, de jó, de boldog vagyok, mert visszajött a TV2, és nem egy ember, mert egy ember kiírja azt, hogy hát szereti a TV2, de hogy tömegesen elkezdték írni, hogy megjött, visszajött a TV2, és hogy milyen boldogok voltak ők ezért, hogy, és én csak annyit írtam, emlékszek vissza, hogy örülök, hogy ez volt az utolsó problémánk, mert mintha legalábbis egy olyan településen élnénk, ahol teszem azt, programra adják a vizet, és most megoldott a város vezetése, hogy ettől a perctől kezdve bárki bármikor korlátlanul használhatja a vizet, és kiírnák az emberek tömegesen, hogy most már állandóan lesz víz. Azt úgy érted, hogy hát ez igen, ez egy olyan szó, állandóan az lesz víz. Az csak egy lételem, tehát igen, az életben maradásnak igen, egy vagy fontos hozzákerülője. Vagy hogyha nem egész éjszaka égnének a közvilági, a villanyoztopokon az égőket, a közvilágítás nem mindig égne, hanem páros órákban, igen, páratlanban nem, és azt mondaná a város, és na most már megoldottuk a rendszert, van pénzünk is rá, egyfolytában is kiírnák az emberek, hogy most már egész éjjel lesz közvilág. Az egy olyan dolog, amire azt mondod, hogy igen. Nem esel róla igen. Éjjel, igen. Ismét van TV2. Ne vegyék el a micsünket! Fontos dolgok ezek, Zsolt, én úgy érzem, hogy elbakatelizáljuk itt a izének, de mindenképpen mondjátok el, vagy írjátok meg ti is a véleményeteket, hogyha nem a YouTube csatornák alatt, de ezt még gyorsan elmondom, és aztán elmondom, van ott Facebook oldalunk is, de Zsolt még úgy érzem, hogy érdembe hozzászól ehhez a dologhoz. Azt mondtad, hogy lehet, hogy elbagatelizáljuk, és lehet, hogy vannak emberek, akiknek ezek a dolgok nagyon fontosak, biztos vagyok benne, hogy vannak emberek nagyon fontosak. Én most már ezt meg is értettem, és igazából tiszteletben is tudom tartani. Én csak annak tudok már örülni, hogy nekünk nem ez a legfontosabb. Na és akkor most jön a zárszó, tehát akkor, ha nem a YouTube csatornánk alatt a komment mezőben szóltok hozzá ehhez, vagy akár a többi podcastünkhöz, akkor YouTube csatornánkon, vagy pedig honlapunkon is megtehetitek mindezt. Írjátok meg véleményeiteket a mai témákról, illetve az összes többiről, vagy ha van bármilyen hozzászólásotok. Mi megköszönjük szépen a mai figyelmet. Ennyi lett volna a Szájkarate 2.0. Sziasztok! Következik a Szájkarate 2.0. A rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat. I got to move.